Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Önök VNTV-t vagy Viva Natura televíziót látnak. Ezen belül is FVK adássorozatunkat. Kedves vendégen Rábik János úr, szervusz János. Köszönöm a meghívást. Egy korábbi adásunkban a Nagy összeesküvés, avagy Kié legyen a 21. század című könyvről kezdtünk el beszélgetni, amit nem tudtunk befejezni, csak valahol elvágtuk a beszélgetés vonalát, és konkrétan eljutottunk a magyarság szerepéhez, aki kulturális végvárként az új alkotmányával, amelyben megőrzi az igazi keresztény értékrendeket, a család szerepét, ezzel együtt megőrizve a nemzet egységének, mert nemzet, haza, család, az alapkövét, hogyha megtartjuk, akkor a nemzetet is egyben tudjuk tartani. Ugyanakkor elmondtuk, hogy ez a nagy összeesküvés, ez ahogy, bocsánat, én apostrofáltam kis gömbőc, mert akkorában nőtté magát ez a háttérhatalom, hogy mindenki nekik dolgozik, minden sajtó, kereskedelem, ipar, titkosszolgálat, az övé. Egyelőre még a mi kis stúdiónkat nem tudták elvenni, de majd keresnek rá gondot, de van erre is megoldásunk. Hogy látod a kilábalás lehetőségét, a kilábalás receptes könyvéről szeretnék én ma igazából veled beszélni. Én még annyi információt, ne haragudjál, amit az összes nem tudom hány könyvet írta idáig, pontosan nekem fel kellett volna ebből készülnöm, de ami ebbe a könyvbe... Ez a 18. 18. Az 9-es szám egyébként, a megoldás száma. Nagyon nehéz a világ, de a 9-es egyébként sok mindent képes megoldani. Nincs már olyan információ, amit nem tudnánk erről a világról. Mindenki tudja, ki kivel van, mindenki maga dönti el, hogy most akkor milyen fajta életet óhajt élni, vagy belecsúszik ebbe a orwelli masszában, ahol bedarálják a társadalmat, vagy valamilyen módon az egyéniségek a megtisztulás révén egy újfajta világot építünk fel, mert amúgy így van, ez nem mehet tovább, és ezt ebben az emberöltőben, vagy egy-két emberöltőn belül meg kell oldani az emberiségnek. Vissza kell menni a jelenlegi világrendszernek az alap problémája a pénzrendszerben van. A pénzrendszer az tulajdonképpen egy szűk hatalmi elitnek, ez körülbelül 300 szupergazdag bankárdinasztia, 7000 ember, amelynek a kezébe van 147 óriás bank, és ez a 147 óriás bank jogi személyek dzsungelén keresztül tulajdonol 43 ezer multinacionális céget, Transnational Corporation. Tehát egy óriási szervezet magánhatalom van. Ez a szervezet magánhatalom nyilvánvaló, hogy fenn akar maradni, és mivel most óriási erőfölényben van, saját hadserege nincs, de pénzügyi és gazdasági eszközökkel ellenőrzése alatt tartja az Egyesült Államok politikai rendszerét, és így a hadseregét is. Tehát a hadsereg is nála van. Tehát itt, tehát jelenleg a világ legerősebb hadserege is nála van. De ugyanakkor ez a pénzrendszer tarthatatlan. És azért tarthatatlan, mert az alapját az a még a világpénzként is funkcionális dollár képezi, hát már más pénzek is vannak, de még mindig az első számú világpénz meggyengülten a dollár. Na most ezt a dollárt, ez a pénzhatalmi világelit a kezébe lévő, kezdettől fogva magántulajdonban lévő Federal Reserve System segítségével, amely betölti az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét is 1913. decemberre óta, amikor puccszerűen elfogadtatták az amerikai törvényt. Na most ez a Federal Reserve System, ez a levegőből állítja elő a fedezetlen pénzt. Na most ezt a fedezetlen pénzt ezt az amerikai állam olyan állampapírokra, olyan értékpapírokra, államkötvényekre cseréli ki, veszi át, amiért ő már kamatot fizet. Tehát a semmiért elkezd fizetni kamatot. Na most ugye, amióta azonban ez a pénz, amiből egyébként most az úgynevezett kvantitatív easing, vagyis a likviditás bővítése programjában havonta kb. 85 milliárd dollárt bocsát ki a Federal Reserve System. Na most ugye ez egy óriási higításon ment keresztül ez a dollár. Na most ezt azért csinálták,
mert jelenleg ez a pénzhatalmi világelit ezzel a óriási pénzbőséggel föl akarja vásárolni a világ valódi értéket képviselő reál vagyonát. Tehát mindaz, ami reálisan létező és értéket hordozó vagyon. Hát ide tartoznak a földbirtokoktól, a gyáraktól, a termelőüzemektől, a különböző bányákig, szóval minden, ami fizikai értéket hordoz, tehát valódi értéke van, tehát nem papír, nem jel, hanem valódi, azt fölvásárolják ezzel, azzal a pénzzel, amit a levegőből állítanak elő. Te is játszottál gyerekkorodban kapitali játékot, emlékszel, amikor a bankos ilyen kis színes papírdarabokkal is játszottuk, de utána a végén fölállhattunk az asztaltól, és utána már nem azt játszottuk. Most az emberiség, bocsánat, miért olyan debil, hogy tudja, hogy színes papírdarabokért adja oda az életét, a házát, az országát, és mégis használja ezt a igen, színes papírt. Igen, most itt arról van szó, hogy ez a rendszer, ez erős, olyan értelemben, hogy hiába ismeri fel, most már több százmillió ember ezen átlát. De mivel 7 milliárd ember van, a 7 milliárdnak a többsége nincs abban a helyzetben, hogy ezen átlásson, és akik átlátnak, azok meg nincsenek abban az helyzetben, hogy változtassanak rajta. Tehát ez harc nélkül nem megy. Na most ugye itt bizonyos szövetségesek persze vannak, objektív szövetségesek, ez alatt azt értem, hogy a rendszer olyan súlyos belső ellentmondásokkal küszködik, hogy tulajdonképpen várható, hogy belülről omlik össze. De egyelőre nem erről van szó, hát muszáj, hogy kitérjek egy kicsit az európai problémára. Mert az, hogy az Európai Unió most már tényleg olyan évek óta elhúzódó válsággal küzd, hogy nem képes rajta úrrá lenni. Ennek az az oka, hogy ez a pénzhatalmi világelit, amely nem csak az Egyesült Államok pénzrendszerét mondhatja a saját magáinak, hanem az európai pénzrendszer is az övé, a tulajdonos ilyen, hát megyünk, mondom, ezeken a jogi személy dzsungeleken, akkor kikötünk 147 banknál, illetve 300 szupergazdag bankár dinasztiánál. 7000 embernél kötünk ki. Na most ezek el tudták intézni, hogy 2007 és 2008-ban Amerikából 5086 ezer milliárd, tehát 5086 milliárd eurónak megfelelő, még egyszer mondom a számot, 5086 milliárd eurónak megfelelő fedezetlen dollárt hoztak ki, de persze értékpapírok formájában, ezek azonban mérgezett banki eszközök voltak, toxic assets, amit senkinek nem lehetett eladni, amikor pénzé kellett volna alakítani. Most ezzel tulajdonképpen csődbe lökték az európai nagy bankokat, amelyek azonnal jelentkeztek a kormányoknál, hogy az mentse meg őket. Na most az Európai Uniónak az olyan fontos szerve, mint az Európai Bizottság, ahelyett, hogy ezt leállította volna, melyek látták, hogy mi történik, ahelyett, hogy leállították volna, meg volt hozzá a hatáskörük. De mivel ugyanennek a pénzhatalmi elitnek a káderei ülnek ott, akiket ő nevel föl is helyez pozícióba, és akiket nem lehet választott demokratikus eszközökkel, nem lehet a döntéseiket befolyásolni, a pénzhatalmi világelit informálisan irányítja őket. Na most ez a brüsszeli bizottság, ez nem leállította ezt a spekulációs hullámot, hanem összehívta az európai kormányokat, és azt mondta, hogy mivel a tőke szabad áramlás az egy szent dolog, ahhoz nem lehet nyúlni, a szentebb a szentek szentélyénél is, hanem csak egyet tehetünk, hogyha ezt a terhet, amit ez jelent, ezt kvóták szerint arányosan szétosztjuk. És ezt csinálta Brüsszel, hogy összehívta az uniós
tagállamok kormány szétosztotta ezt a terhet. Na most miről van szó? Arról van szó, hogy a kormányok óriási mértékben eladósodtak, mert elkezdték szanálni ezeket a csődbe vagy csődközeli helyzetbe került bankokat fedezett pénzzel, aminek a fedezete az adóbevétel volt. Na most ez olyan mértékű eladósodás jelentett, hogy ezt az Európai Bizottság, nevezetesen Almunia, a legkétszínűbb pénzügyi biztosok közé tartozik, aki mindig szónokolt arról, hogy milyen nagy szükség van a transzparenciára, meg az ellenőrzésre, meg ő volt az, aki úgy döntött, hogy ezt nem mondjuk meg az európai népeknek, hogy ne lássák, tehát azt az eladósodást, amit az államok azért vállaltak föl, hogy szanálják ezeket a csődbe jutott bankokat, amelyek azért jutottak csődbe, mert elárasztották őket értéktelen, ugye... Amit neki kötelező volt megvenni, igaz? Igen, na most ugye arról van szó, hogy ezáltal az Amerika, tehát a pénzhatalmi világelit elírte Brüsszelen keresztül, hogy például a németek, vagy a dánok, hát Dánia ebből az 5086 milliárd euróból 600 milliót a dánok kaptak, de nem tudnak róla, mert nem közlik velük. Rengeteget kaptak a németek, a franciák, tehát tulajdonképpen az, hogy az európai pénzrendszer megrodjant, és még mindig tulajdonképpen ott tart, hogy reménykedik, hogy kilábal a válságból, azt ez a spekuláció okozta. Most én ezt nem folytatom tovább. De ez egy fontos momentum, ezt hagyjuk pattogni, mert ugye ott Amerikában ezek a papírok becsődöltek, tehát nem lehetett eladni senkinek. Ezek olyan értékpapírok, amit ott mindenféle kamu mutatvány miatt ezek az értékpapírok 0,0 forintot értek az ottani piacon. Dollárt. És ezt fogták, és ezt utána kötelezőleg a saját anyavállalataiknak, tehát ez egy bűntény. Tehát igen, de van magyar vonatkozása is, mert valójában az a 20 milliárd dollár, amiért az, 20 milliárd euró és 25 milliárd dollár, amit a magyaroknak sóztak, hát ez a kvóta volt. A kvótából ennyi esett ránk. Tehát mindaz, amit mondtak, hogy ilyen csődközeli helyzetben volt, az ezért volt. Nem, tehát tulajdonképpen Brüsszel sózta ránk. Na most én ezt csak vissza akarok térni a nagy kérdéshez. Tehát amíg a pénzhatalmi világelit ilyeneket tud csinálni, most például mondom, azt csinálja, hogy óriási mennyiségben, amit ugye kvantitatív easingnek neveznek, most már volt 1, 2, 3, most jön a negyedik. Most az embereknek a... Ezzel tulajdonképpen ők levegőből előállítják ezt a fedezetlen pénzt, és folyik a verseny most már Kínával és Oroszországgal is, abban az értelemben, mert ugye Kínának van több mint 3 trillió dollárja, most a trilliót angolul mondtam, senkit ne tévesszen meg, 1 trillió 1000 milliárdot jelent. Tehát 3000 milliárdnál több dollárja van állampapírokban, például amerikai állampapírokban, és folyik a, és rengeteg van Oroszországnak is, és folyik a verseny, hogy ki tudja ezt gyorsabban, ezt a egész biztosan elértéktelenedő nemzetközi valutát, amely úton van a szabadesés felé, ki tudja minél előbb reáliákba átforgatni. Tehát folyik egy verseny. Tehát tulajdonképpen értéktelen dollárért folyik a világban még elérhető igazi értéket képviselő vagyonnak a felvásárlása. Megpróbálom ezt értékelni, jó? Tehát egyrészt ugye majd ezt létszerűsítél ki rá, hogy most a legújabb zsenialitásuk azt jelenti, hogy az Európa megmentéséért az emberek bankbetétjének a 10%-át vagy 20%-át egyszerre alkalommal adóként el akarják venni. Egyelő óriási tiltakozás van, de mivel hogy a hatalom az náluk van, és nem azoknál, akik látszólag gyakorolják, akár ezt meg tudják tenni. Ugyanakkor Oroszországnak az időzített bombája, nagyon jól látom, én is így látom, hogy az, hogy a rubel mellett ő igazából
igazából dollárba kereskedik a belföldi piacán is, az emberek dollárral fizetnek a közértbe, és a konvertibilis rubel nem annyira erős, hogy akkor ő leváltsa bármikor a dollárját, tehát nagyon dollárfüggőek, ugyanakkor a kínaiak ma már nem hajlandóak dollárra adni semmit sem Amerikának, vagy barteleznek, vagy valamilyen fizikai eszközöt, aranyat, ezüstöt kereskednek, de 3000 milliárd dollár, ez nem most keletkezett, ez most már egy 8-10 éves hallom ezt a dolgot, hogy a kínaiaknak ennyivel tartozik Amerika, és valóban ugyanezek a színes papírok vagy kötvények ugyanúgy semmit nem érnek. És egyszer, hogyha ők egy nagy világrezgés, hogy mit tudom, ide jönnek az UFO-k, mert most ez a legújabb hülyeség, hogy majd az UFO-k miatt itt tönkre megy minden, akkor mondhatják, hogy a dollár ezért ment tönkre, és holnaptól majd másba kereskedünk, és akinek dollárja van, annak meg viszont látásra. Mert ezt a mesét, amit írnak folyamatosan az emberek életébe, ezt ők irányítják, amíg mi hajlandók vagyunk a mesében részt venni. Szóval ez a bizonyos 10%, amit említettél, ez ennek a pénzhatalmi világelitnek egy újabb trükkje, amivel tulajdonképpen Európa polgáraival akarják az ő spekulációs üzleteiket tulajdonképpen szanálni. Vagyis az európai polgárokkal akarják ezt a önző, gátlástalan, mondhatni pofátlan spekulációt szanálni. Tehát ez egy olyan csimboraszója a pénzügyi hatalom, a pénzügyi hatalommal való visszaélésnek, hogy nem tudok eléggé megvetően szólni róla. De sajnos, miután náluk van a pénzrendszer feletti főhatalom, ők ki tudják ezt kényszeríteni. Illetve, hogyha mondjuk egy olyan ország, mert azért Magyarország ennek ellen tud állni, mert Magyarországnak még megmaradt, igaz, hogy nagyon beszűkült mozgástérrel, de megmaradt bizonyos mértékben a pénzügyi szuverenitása. Nagyon beszűkülten, de megmaradt. És Magyarország ebből részben, hogy úgy mondjam, ki tudja manőverezni magát, de nagyon, nagyon okosan kell ezt csinálni. Na most, de az eurozóna az nem nagyon tudja ettől kimanőverezni, mert az euró az bizony függ a dollártól, mert eddig úgy, az euró úgy keletkezett, hogy jött dollár, és akkor a dollárnak megfelelő eurót lényegében kibocsátotta az Európai Unió központi bankja. Mert az Európai Unió központi bankjának nem volt meg, és ma sincs még meg az a jogosultsága, mint a Federal Reserve-nek, tehát az amerikai központi banknak, hogy ő a levegőből annyi pénzt állít elő, fedezetlen pénzt, amennyit akar. Ez nincs, ez a jogköre nincs a Frankfurtban működő Európai Unió központi bankjának. Bizonyos kis mozgásteret kapott már, de az meg se közelíti azt a mozgásteret, amivel a Federal Reserve System Amerikában rendelkezik. Tehát lényegében az euró a dollár függvénye maradt, és hogyha a dollár zuhanó repülésbe elindul majd, az most várható elég hamarosan. Hát erről beszélt a Karen Hughes, aki nem volt más, mint a Világbanknak a jogtanácsosa, és ugyanígy látja, mert amit én mondok, az teljesen megegyezik azzal, amit ő is leírt és mondott, és ami persze az állásába került, de attól még neki igaza van, mert már hogy úgy mondjam, elveszítette az állását. Karen Krüzt említett, és ő azt mondja, valószínűleg hasonlódást láttunk, hogy most már belső erők azért serifekre, meg mindenféle ügyészekre hivatkozik, ezek bizonyos pontokon megállítják ezeket a mafiózókat, és lesz valami változás. Hiszed-e, hogy meg lehet őket állítani államigazgatási szinten, például egy büntető feljelentéssel, mert ezek egyértelműen, hogyha nézik az alapországok törvénykezéseit, akkor ezek a cselekedetek, ezek mind büntető törvény alá esnek. És kiállítja meg ezt az egész emberiséget, hogy a saját jogaért ne vegyen most már föl végre a kesztyűt. Azt ígértük, hogy egy-két megoldást is mondunk a kedvesnél. Igen, hát most ugye, tehát akkor kezdem azzal, hogy az igazi megoldás az lenne, hogy Amerikában, ahol még alkotmányos rendszer van, ám bár előkészítették az alkotmányos rendszernek a felfüggesztését.
Tehát elő van készítve, megvannak azok az eszközök, meg léteznek azok a szervezetek, amivel Amerikában az alkotmányos kormányzásról át lehet térni a például az elnöki rendeletekkel való kormányzásra. Ez elő van készítve. Nálunk is, nem? Na most nálunk egy kicsit másképp van. És ezt is, ez is köszönhető a jelenlegi nemzeti kormánynak, amely egy sor dologban, hogy úgy mondjam, példamutatóan helyesen és jól járt el. Tőled hallottam, hogy az európai csendőrség bármikor úgy érzi, ja, hát az, hogy a magyar kormány nem képes ja, a helyzeten... Ez egy másik dolog, de ez nem az ő hibájuk. Nem az ő hibájuk. Na most, tehát az igazi dolog az lenne, hogy vissza kellene állítani Amerikába annak az alkotmánynak a primátusát, amely formailag még érvényben van, de már számos helyen nem tartják be a rendelkezését. És ez nekem, ez személy szerint is fáj, megmondom miért. Mert én többek között azért akartam amerikai, hát én amerikai állampolgár is vagyok. Mert én ezt az amerikai alkotmány, mikor én ezt megismertem, hát én a világ legjobb írott alkotmányának tartottam, olyannyira, hogy amikor én a Szabad Európa Rádiónál voltam, vezető programszerkesztő, én egy 32 részes sorozatot írtam az amerikai alkotmányról. Tehát én nekem vérzik a szívem azért, hogy ezt a nagyszerű, az emberiségnek ezt a remek művét, ezt nem tartják már be. Tehát az első lépés, ami lenne, hogy Amerikába be kellene tartani. Most ehhez tartozik, a Federal Reserve-t azonnal fel kellene számolni. Akinek tavaly december 12-én lejárt a 99 éves. A Federal Reserve-t azonnal fel kellene számolni, és a pénz kibocsátását vissza kellene venni, ugyanúgy az amerikai államkincstárnak, ahogy 1913 előtt ez volt, ahogy Lincoln idején volt, csak ahogy Lincolnt is meggyilkolták, Kennedyt is meggyilkolták, mert ugyanezt akarta 50 évvel ezelőtt. Tehát itt arról van szó, hogy hol van az erő Amerikában, amelyik képes lenne a Federal Reserve Systemet felszámolni, mert nincs rá szükség. Egyébként Milton Friedman, a Nobel-díjas Milton Friedman, az megmondta, hogy mit kellene csinálni. Nem kellene itt valami nagy robbantást csinálni, hanem egyszerűen azt kellene csinálni, hogy a tartalékrátát föl kellene emelni 100-ra. Na most mit jelent ez? Ezt muszáj, hogy elmondjam, mert ennek magyar vonatkozása is van. Nagyon fontos magyar vonatkozása van. A tartalékráta azt jelenti, hogy ha 100%, hogy tulajdonképpen a Federal Reserve már nem tudná szaporítani korlátlanul a pénzt. Csak olyan pénzt lehetne például hitelekre elkülöníteni, kiadni, aminek fedezete van. Mert ugyanis a Amerikában ez úgy történik, hogy mert ezt vettük át. Amerikában úgy történik, hogy a federáció a levegőből kibocsátja, akkor úgy lesz belőle fedezett pénz, hogy Amerika azt az állam átveszi, a magánbanktól átveszi, állampapírokért, államkötvényért, amiért már elkezd kamatot fizetni a bankároknak. A saját pénzére. Igen, de amikor ez a pénz, mondjuk veszi 10 milliárdot. Most már államkötvényben lévő Fed dollárt szétosztja mondjuk 10 kereskedelmi bankba, akkor az ott tartalék, innen van a név, hogy Reserve. Mert ez sokáig 10% volt, most már valamivel kevesebb a tartalékráta, de mondjuk, hogy számoljunk könnyebben, 10% a tartalékráta. Akkor az 1 milliárdhoz, amit kap egy kereskedelmi bank, mondjuk a Citigroup, hozzá tehet a levegőből 9-et, akkor a másik bank mondjuk a... És ezt a pénzt elmegy a Fedhez, és onnan kihozza, igaz? Nem kell, ezt számlára rátesz, és már forgalomba. Tehát virtuálisan, folyamatosan már azonnal forgalomban van. De ha kell pénz, akkor a Fednek kiszolgálja. Tehát tulajdonképpen ez a Federal Reserve System azért system, mert a pénzkibocsátás nem csak a Federal
tehát a központi, tehát a Washingtonban működő központi federál Fed bank adja hanem ki, a bank hanem a rendszerbe tartozó össz, és amikor bekerül a Federal Reserve rendszerből, átkerül a kereskedelmi, azok is csinálják. Na Magyarországon hogy néz ki? Magyarországon ma, most mennyi a tartalék ráta? 2%. Vagyis hogyha és ezt a tartalék pénzt mondjuk akármelyik kereskedelmi banknak, mondjuk a OTP-nek van a tartalék, hát csak egy példa, 2 millió forint a tartalék számláján a Nemzeti Banknál, akkor ő, és valaki elmegy és azt mondja, akarok venni egy házat a Rózsadombon, 100 millió, akkor van 2 millió, akkor 98-at még mellé tesz a levegőből, és kikölcsönzi a nem létező pénzt, amit ő hozott létre, tehát, hogy is mondjam, legálisan kibocsátott hamis pénzt, elkezd érte kamatot szedni, ráterhelheti az ingatlanra jelzáloggal, és ugyanúgy valójában gyártja az inflációt. Miért van az, hogy ma is nem beszélnek, nem tanítják rendesen az egyetemen, csak nagyon szörmentén, felületesen, hogy 2%-a tartja. Mit jelent az, hogy tették? Nem tanítják meg a közgazdasági egyetemet végzett, és majd később bankárokká, meg nem tudom milyen közgazdákká lett embereknek, nem tanítják meg, hogy valójában a tartalékráta az lehetővé teszi legálisan a hamis pénz forgalomba hozását. És erre fel vannak jogosítva a bankok. És ezek nincsenek a takarékpénztárak, nincsenek, mert a takarékpénztár az csak azzal a pénzzel gazdálkodhat, abból adhat kölcsönt, ami neki törzstőkéje, és amit a betétesektől összeszed. De a bank nem. A banknál 2% most a tartalékráta, korábban több volt most, sőt volt úgy, hogy 2 és 5 között volt. Most 2%, ami azt jelenti, hogyha egy banknak van 2 millió tartaléka, akkor még 98 milliót a levegőből hozzátehet, és miután ezt, most csak én egy példát mondtam, de ez rengeteg esetben ismétlődik, ami az, és ez kihat, ez mutatja, hogy a deviza esetében is neki nem kellett a devizával, neki a deviza kölcsönnyújtás esetén is csak 2% volt a tartalék. Forintból. Térjünk egy kicsit vissza ide. Egyébként Viszkis Rabló úr mondja, hogy mi egy bankrabláshoz képest egy bank alapítás, hogyha meghallgatlak téged, akkor... Nem, ezt a Bertolt Brecht mondta. Igen, Viszkis... Ezt a Bertolt Brecht mondta, a híres... Viszkis Rabló akkor adaptált a tőle. Német, igen, hogy mi egy bankrablás, egy bankalapítás, ezt ő mondta. A Brechtet akkor... Brecht mondta, igen, Bertolt Brecht. Ugye látjuk egyébként, hogy ez az egész dolog, hogyha azt mondod, 7 milliárd emberből 100 millió már tudja, hogy a dolog hogy működik, és mégis működik, ez azért van, mert ez a birka ember tartja fönn a rendszer, mindenütt a világon. Amerikában, Magyarországon, mindenütt. De figyelj, de itt vannak kiépített struktúrák, ezeket a struktúrákat áttörni, megváltoztatni. Ezek a vágóhídnak a két oldala. A pénzhatalmi világelit pont azért akarja felszámolni a családot és a nemzetet, mert ez a két legszilárdabb struktúra, amiből még kifejlődhet egy olyan ellenállás, hogy azt mondja, ho-ho, álljon meg benne, hagyjuk abba ezt a marhaságot, hogy itt valakik kibocsáthatnak a levegőből pénzt, úgyhogy nyomják a komputerek gombját, és azt utána kamatra másoknak odaadják, és ezáltal el tudják kérni, hogy az emberiség zöme ingyen dolgozik nekik. Hogy, na most ezt abba kellene hagyni. Tehát abba kellene hagyni azt, hogy a pénzhatalmi világelit és az ő tulajdonában lévő központi bankoknak és kereskedelmi bankoknak joguk van pénzt kibocsátani. Tehát Amerikából ezt vissza kell venni. Az alkotmány. Tehát az alkotmányos rendhez vissza kellene térni, hogy pénzt magánbank nem bocsáthat ki, csak az állam. Az állam, tehát a treasury. Tehát Amerikában nem a Fed, a Fedet, és mondom, mit mondott, a Milton Friedman azt mondta, hogy ma működhetne tovább a Federal Reserve, csak meg kellene neki parancsolni, hogy 100% fedezettel. Tehát nem ezzel a
10% tartalékkal. Mert hogyha 100% fedezettel működik, akkor valójában felszámolja magát. Akkor betiltás nélkül is megszűnik. Tehát a kutya izénél van elásva, tartalékratánál. Nem szabadna, hogy ez a tartalékrát, ez egy Nobel-díjas közgazdász. Megértem, mondta, a kongresszusnak kéne ezt a... Ugye alkotmány ellenes az, hogy a pénzkiadás jogát átadták. Egy. Persze. Alkotmány ellenes ez a tartalékráta. De viszont akik a kongresszusban ülnek, azok mind... Föl vannak vásárolva. Föl vannak vásárolva, akiknek meg kéne azt a törvényt hozni, hogy a Fednek ezt a, ezt a százszerűt. Na tehát akkor mi a megoldás? Kutyafogtaróka? Csak egy világégéssel lehet ezek. Na most ugye itt arról van szó, nem, hanem egy nagyon kemény harccal lehet ezt meg. De ez, tehát harc de ez kéne ez több milliárd nem, tudatos ember. Ez, hát például itt Európában ezt úgy kellene megvinni, hogy abba kellene hagyni az Európai Uniónak egy olyan struktúrába való állítás, amely fentről lefelé épül fel, vagyis tulajdonképpen egy vertikális integráció, ami egyértelműen antidemokratikus, mert diktatúra, a Szovjetunió is egy vertikális integrációt, felülről jött a parancs, arról semmit, ennek a pénzhatalmi világelitnek sikerült átalakítani Európát, egy Szovjetunió kettévé, mert vertikálisan integrálta. János, vissza kellene térni a horizontális integrációhoz, decentralizálni kellene, amikor is egyenjogú tagállamok mellérendeltségi viszony alapján konzenzussal alakítják ki a döntéseket azokról a kérdésekről, amelyeket a szubszidiaritás elve alapján a alacsony szinten kell meghozni. Vagyis vissza kellene demokratizálni az Európai Uniót, és itt megint Magyarországnak van szerepe. Hadd mondjam meg, mert ez az egyik legnagyobb érdeme a jelenlegi Orbán kormányzatnak, hogy ebbe az irányba indult el, hogy visszademokratizálni az Európai Uniót, és ezért van az, hogy a pénzhatalmi elit, tehát a globális SZDSZ és a hazai csapata, most szimbolikusan mondtam, az SZDSZ alatt értem a nemzetközieket, akiket lehet úgy is óvni, hogy internacionalisták, hogy kozmopoliták, hogy nemzetietlenek, hogy nemzetgyűlölök, tehát a másik oldal, a nem nemzeti oldal, ezért gyűlöli. Ezért gyűlöli a jelenlegi nemzeti kormányt, mert a nemzeti kormány elindult afelé, hogy Európát vissza kell demokratizálni. A vertikális integráció helyett a horizontális integrációt, a centralizáció helyett a decentralizációt. János, pillanat türelmedet kérem. Azt mondod, hogy a világon mindenütt a hatalmi elit gyakorolja a hatalmat, és az uralmat, például a politikai uralmat képezi, mint például nálunk említett regnáló kormány, ez a hatalmi elit irányítja, mint marionett figurát. Hogy tudta ezt szerinted itt a mi esetünkben ezt úgy véghez vinni, hogy nem állították félre, mert a te előadásaidból hallom, hogy bárki, aki felszól a rendszer ellen, láss Kennedy, láss Lincoln, ezek nagyon könnyen egy golyóval a fejükben végzik. Miért gondolod, hogy ezt itt, ha a hatalmi elit nem érezni úgy, hogy ő itt a hatalmat birtokló Magyarországon, akkor a jelenleg regláló kormány bármilyen dolgot megtehetne, amit megtesz? Valójában itt az történik, hogy ennek a rendszerváltás valójában nem is akkor történt 89-90-ben, hanem egy nagyon fontos aktusa 82-ben történt, amikor az elit, amely ma is tulajdonképpen a nemzetközi oldalt, mert mondom, Magyarországon sokféle tagozódás van, de a legfontosabb tagozódás, hogy van egy nemzeti oldal, amely még felvállalja a nemzetépítést, az azzal kapcsolatos szükségletek, érdekek és értekek védelés, és a másik, amelyik nem vállalja föl. Ezt hívom én nemzetközi oldalnak. A nemzetközi oldalba tartoznak az internacionalisták, mindenféle rangú, de a kozmopoliták, a nemzetközömbösek, a nemzetietlenek, a nemzetgyűlölök, egy széles társaság, amely valamiért nem tudja a magyar nemzettel vállalni a közösséget. Nem tudja vállalni, mert ha vállalná, akkor nem ott lenne, hanem a nemzeti oldalon lenne. Nem tudja vállalni. Ezek a nemzeti, tehát a nemzeti oldallal szemben állok, természetesen abban érdekeltek, hogy mert ennek, tehát a nemzetközi oldalnak a csúcsán lényegében a pénzhatalmi világ elit áll.
ez egy jól megszervezett magánhatalom, amely persze rátette a kezét a nemzetállamok politikai rendszerére, de és a nemzetközi politikai rendszer, és ez rátette a kezét. Ehhez persze kiépített hálózatokat, hát már említettem egy párat, nem csak a formális szervezetek vannak, hanem az ilyen többé-kevésbé félhivatalos, de nagyon nagy hatalmú szervezetek, mint a Bilderberg csoport, a Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa, de ide lehet sorolni a kerekasztaloknak az egészre, az alapítványért, több mint 30 ezer alapítványról van szó, és így tovább. Tehát az egész, tehát ő irányítja, és ezért ez a Ezt, hogy ez egy nemzetközi SZDSZ, ez nem az én kifejezésem, ezt a Bogár László professzor úr mondta, de én nagyon találónak értem. Tehát ez a nemzetközi SZDSZ, amelynek megvan a magyarországi részlege is, ez természetesen abban érdekelt, hogy a nemzeti oldal az minél gyengébb legyen, ami pedig a belégleteket illeti, hogy megölnek egy Lincolnt, hogy megölnek egy Kennedyt. Azok nem ölnek meg mindenkit. Azokat ölik meg, akik döntési helyzetben vannak, és másképp nem tudják őket elmozdítani. És amikor állandóan ágálnak, hogy így a demokrácia, meg úgy a demokrácia, akkor valójában arról van szó, hogy akkor működik jó a demokrácia, amikor a színfalak mögött minden fontos célt el tudnak érni, miközben azt úgy tudják kifelé tálalni, hogy a lakosságnak azt tudják mondani, hogy tehát a demokrácia érvényesült, a te akarod érni, a te választod vezetőit hozták ezt a döntést. Hogyha egy olyan kormányzat van hatalmon, amely tényleg a választói többségének az akaratát akarja érvényesíteni, azonnal antidemokratikussá válik, hogyha hiába van óriási többsége. Antidemokratikus, hogyha úgy érzi a szervezet magánhatalom, hogy neki nehéz tulajdonképpen a saját önző döntéseit eladni úgy, mint a közösség érdekeit szolgáló döntéseket. Tehát az egész demokrácia, a demokrácia azt jelenti, hogy a pénzhatalmi világelit elrejtőzve a demokratikus látszatok mögé korlátlanul tudja érvényesíteni az akaratát. Hadd kérdezek valamit most, hogy azért bennem van ez a kérdés, mert régóta. Tehát gyakorlatilag ugye az volt a kérdés, amire nagyjából úgy nem kaptam választ, hogy ezeket a nagyon komoly döntéseket, amelyek egyébként a világhatalmi elitbe vernek ékeket, gyakorlatilag egy kiskondás bicskahúzása a magyar alkotmányért beszélgettünk, mégis megmerték tenni. Ezek szerint az van, hogy ez a 1,5 millió tömegbázis, ami mindig támogatja ezt a regnáló kormány, ez elég nagy hátráltató erő. Én ahhoz, azért ezt többnek tartom. Többnek tartod? Jó, hogy ezért nem kapja, tehát ezért van az, hogy még ezeket a törvényeket meg lehet hozni. Én ebben nem tudok véleményt alkotni, elfogadom. Viszont, kedves Rábik János, 18 könyvet megírtál, amit te ezeknek a koporsójukba szekként belevertél az elmúlt, nem tudom, 20-30-40 évben, azért ez bőven kiért volna neked legalábbis egy kis fenyegetést, vagy segrepacsit. Hogy találkoztál te ezekkel? Tehát ők azért, amit te csinálsz, te egy fantasztikus, csodálatos vírus vagy, ami bekerülve a rendszerbe, minden másképp gondolkodónak gyönyörűen nyitogatja a szemét, hogy valóban lássa, hogy mi történik az ő életükben. Nem feltétlenül kellene, hogy téged kedveljenek, vagy szeressenek. Milyen a te kapcsolatod ezzel a háttérhatalommal? Hát én azért én meg vagyok büntetve, én rajta vagyok azon a listán, amiről megint nem beszélnek, akiket közéleti, meg nagyobb tévék nem hívhatnak. De az egyetlen, aki ez alól kivételt, ez az Echo TV. Na jó, ilyen, hogy is mondjam, ilyen népi tévék, a civil társadalom, mert te az vagy. A civil társadalom az más, mert ott azért nagyobb a mozgástér, de az országos tévék, nek a tiltó listáján vagyok. Engem soha nem hívnak be sehová. Mondom, az egyetlen kivétel az Echo TV, és ott is lényegében egy szerkesztő, a Szaniszló Ferenc, aki szintén ugye megkapta magáit. Tehát én egyre. Aztán
rajta vagyok azon a listán, aki semmiféle kitüntetést nem kaphat. Akár mit tesz le az asztalra, ez egy ilyen ember nem kap. Nem az, hogy szeretnék, hát itt arról van szó, hogy rajta vagyok a listán, hogy nem kaphatok. Az, hogy egyáltalán van egy ilyen lista, van. Na most nem az, hogy én szeretnék, de csak akarom mondani, hogy nem igaz az, hogy nincs. Aztán tudod mit? Fenyegetést is kap az ember. De hát én erre azt szoktam mondani, hogy az ember úgy lesz bátor, hogy a félelmét és a gyávaságát leküzdi. És ezzel lesz bátor. Így lesz a gyáva emberből bátor, hogy leküzdi a félelmét és a gyávaságát. De azért van itt egy más, lényegesebb dolog is. Az, hogy én azért nem vagyok döntési helyzetben. Én egy ember vagyok, aki már több mint 75 éves, és tehát lényegében megy ki az életből. Na most, tehát ez egy nagyon fényes, és azért van, és talán most mondom a leglényegesebbet, hogy azért én mindig igyekeztem, amennyire tudtam, a tényekre támaszkodni, az igazságra támaszkodni, és sokszor igaz tényeket még a másik oldal számára is tisztelettel láttam. Én a másik oldalt is tisztelem. Tehát itt nem arról van szó, amikor én azt mondom, hogy te egy nemzetközi oldal vagy. Én próbálom megérteni, és próbálom érvekkel, tudom, hogy nem tudom meggyőzni, de mégis próbálom a saját álláspontomat általa is, mert ugyanis a tények tényleg magas dolgok. A tények magas dolgok, és hogyha valaki nagyon elrugaszkodik a tényektől, teljesen elveszíti a szava hihetőségét. És mivel én maximálisan ragaszkodok a tényekhez, és nagyon szkeptikus vagyok, magamban is szkeptikus vagyok, tehát mindenben kételkedek, mindent többszörösen ellenőrzök, és azért tudod, ez meglátszik azokon a írásokon, amiket én letettem az asztalra, és ez még a másik oldalba is mondjuk kivált, ha nem is rokon szenved, de kivált valami olyat, hogy tulajdonképpen nem árt, hogyha megnézzük egy olyan embernek, aki hozzánk is fair próbál lenni, vagy igyekszik. Tiszteletet, igen, parancsot. És ezért egyrészt én úgy érzem, hogy bizonyos fokig talán ezért jobban elfogadják az én nagyon kemény, kritikus szövegeimet. Azt mondod, hogy nem tehetsz semmit, valami ilyesmit mondtál, hogy te egy... Mert nem vagyok döntési helyzetben. Következő, én meg azt mondom, hogy mindenki tehet valamit, tehát te ezt a könyvet a kezembe adtad, hát ezt... és meg még 18 könyvet. Én azt mondom, hogyha minden embert ennyit tenne azért, hogy a világ megváltozzon, én annyit tudtam tenni, hogy ezt a népi tévét nagyon aranyosan mondtad, létrehoztam, és ezt... Bármint civil kezdeményezés, amit most már 62 országban néznek, és én ezzel tettem. Mindenki, ha ennyit tenne, akkor ez széthullana. És szerintem ezért óriási nagy köszönet, és aki tudja a nagy összeesküvés, ki legyen a 21. század című legújabb könyvedet, vegye meg, olvassa. Ezt nem sokan kell mondani, ezt mindenki megtalálja. Utolsó kérdésem, ami nekem sohasem tudom elfogadni. Én nagyon intelligensnek és nagyon fantasztikus elmének tartom azt, aki ezt a másik oldalt irányítja. Az nem egy hülye ember több ezer év óta, tiszteljük meg eznyivel. Hogy ő nem látja be azt, hogy ez a világ, amikor minden az utolsó szeg az ő kezébe kerül, az a pohár, az asztal, a szék, minden a kezébe kerül, győzött, ővé az egész világon a hatalom, hogy az ő győzelmi kiáltása, a világ hatalmi kiáltása egyben. Nem látja be, hogy egyszerűen ő a kis gömböt, ha mindent be tudna kapni, akkor pusztítaná önmagát, mert nem lenne tovább, ahova tovább menjen, és pusztítaná. Ő abba bízik, ez nagyon érdekes, ugye ennek a pénzhatalmi világelitnek ma is élő idős doájenje, de nem szenilis, már 90 éves, az a Henry Kissinger. Ő mondta az idén, május 30-án a Asian Society, tehát az Ázsia Társaságnak a konferenciáján, hogy most először van
olyan helyzet a világon, hogy valójában tető alá lehetne hozni az egységes világrendszert, egy globális államot. Ehhez, amit el kellene érni, hogy az euróatlanti elit kössön megállapodást tulajdonképpen a kínai elittel. Esetleg a kínai orosz elitet, de ő csak Kínát említette. Na most, itt arról van szó, hogy úgy érzik, hogy ha az euróatlanti elit és a kínai elit megállapodik, akkor létre lehet hozni egy olyan globális rendszert, amely globális rendszer már alkalmas lenne arra, hogy fennmaradjon, mert mint világrendszer ki tudná kapcsolni azokat a tényezőket, amelyek őt belülről megváltoztathatják. Például a nemzetállamokat le lehet építeni. Mert a nemzetállam egy nagy veszély, mert a maga szuverenitás igényével egy kiindulási pont arra, hogy ne ez a államok feletti hatalom gyakorolja a főhatalmat, hanem a nemzetállamok a saját partikuláris érdekeiket egyeztetve, egyenjogúság alapján, demokratikusan, decentralizáltan, közösen hozzanak mindenki számára elfogadható döntéseket. Na most ezt nem akarja. Tehát tulajdonképpen ő még reménykedik abba, hogy valamiféle, tehát a világhatalomra igényt tartható elitek, úgy mint a kínai, mert ugye Kínát mindenki úgy tartja számon, hogy egy olyan 20-25 év múlva ő a világ első számú nagyhatalma. Nem csak a lakosságánál fogva, mert ugye az meghaladja 1400 milliót, hanem már az ipari, gazdasági teljesítményénél fogva is. Na most, tehát ha ez a két hatalmas erő ugye összefog, megállapodik, akkor tulajdonképpen ez a pénzhatalmi világelit elérte a célját, létre tudta hozni háború nélkül. Létre tudta hozni az új világrendet, az egy központból irányított rendszert, egy valamiféle globális államot. Ezt Kissinger mondta. Na most mások másképp látják. Mások úgy látják, hogy itt a nagy változás akkor fog bekövetkezni, ha a dollár tényleg megszűnik, tehát elértéktelenedik, és megszűnik első számú világpénznek lenni. Mert akkor gazdasági erők alakítják át a világrendszert. Ez is folyamatban van, mert ennek a pénzhatalmi világelitnek, amelynek a katonai erejét az Egyesült Államok és a NATO jelenti, ennek azért megvan már az ázsiai antant formájában megvan a katonai ellenpólusa. Ez a tulajdonképpen a Shanghai Organization, amely egy katonai szervezet, momentán 8 tagja van, tehát Kína, ez egy katonai szervezet, katonai szövetség. Tagja Kína, ugye a világ legnépesebb országa, tagja Oroszország, a világ legnagyobb területű és második nukleáris hatalma, tagja 4 közép-ázsiai állam, Kazasztán, többiek, tehát ezek a tagok is vannak megfigyelők. Megfigyelő India, státusszal, megfigyelői státusza van Pakisztánnak és Iránnak. Tehát tulajdonképpen már ez az egyik. De nem csak a katonai ellenpólus van, meg van a gazdasági ellenpólus. Mert a BRICS országok, ami ugye azt jelenti, hogy Brazília B, R, Russia, Oroszország, I, India, C, az China, Kína, és az S, az pedig South Africa, Dél-Afrika. Ezek már most már több éve, közel 3 éve nem kereskednek csak barterbe, cserekereskedel, nem használ, teljesen kikapcsolták a dollárt. Ami azt jelenti, hogy árut cserélnek áruval, és ahol különbség mutatkozik, tehát nem lehet kielégíteni az árut áruval, ott fizikai arannyal elégítik ki.
Tehát aranyrudakkal elégítik ki, nem papíraranyal. Tehát, hogy... Megértettem. Igen, na most, de kinek van a legtöbb fizikai aranya? Na, mit gondolsz? Én megmondom. Hát biztos, hogy ugye Amerikának van még ma is, mert Hawaii és környékén 145 ezer tonna arany van elrakva nélkül, hogy tudna róla a világ. Egyébként az egész arany ugyanúgy manipulálva van ma a világon, tehát nem tudjuk a készleteket, mert ez is egy befolyásolási övezet, pontosan ez. Jó, hogyha ezt a Hawaii-ba, én is hallottam erről, hogy Hawaii-ba ennyi fizikai arany van, mert hiszen a Fort Knox-ból az Egyesült Államoknak is az összes aranyrudját a Federális Öv elvitte. Fokozatosan, hát hiszen a Reagan elnök ellen, mert Reagan akarta, oda küldött egy bizottságot, hogy mondjátok meg, hogy mennyi van Fort Knox-ban. És kiderült, hogy már csak körülbelül 3 milliárd ékszerbe, tehát nem is aranyrudja, tehát nem bullionba. Tehát már akkor átvitték a Federal Reserve-hez, és az lehet, hogy elvitte Hawaii-ba. Mégis én azt mondom, azt az állítást kockáztatom meg, hogy a legtöbb fizikai aranya Oroszországnak van. Nem csak azért, mert évek óta gyűjtögeti, hanem azért, mert a legnagyobb aranybányák ott vannak. És ő egyszerűen ki tudja bányászni a fizikai aranyat magának. És a második az Kína, és csak a harmadik az Egyesült Államok, de ezt én nem állítom biztosra, mivel ki az, aki megmondja, hogy Hawaii-ban mennyi rúdarany van elraktározva. Ezek is mind spekuláció. Mert egyébként, figyelj ide, mert Fort Knox-ban lehet tudni, hogy ott 35 milliárd volt. Hát ezt akarta, régen ezt akarta tudni, és mi lett a válasz? Hirtelen előkerült egy John Hinckley Jr. nevű, egyébként egy milliómos családból származó, ugye szerintem programozott biorobot, aki ugye a Jodie Foster színésznő iránti szerelmét úgy akarta bizonyítani, hogy lelövi a Reagan elnököt. Hirtelen elővettek, az igazi probléma az volt, hogy Reagan tudni akarta, hogy mennyi arany van Fort Knox-ban. És kiderült, hogy nincs. Csak ékszerek vannak már. Ez borzasztó egyébként, hogy az emberiség történelmét a bankok irányítják, illetve a pénz irányítja, mióta világ, és hogyha ez a drága humanoid, ez nem hajlandó alapvetően megváltozni a szemléletét a világgal, akkor a pénzzel, a színes papírpénzével együtt fog kipusztulni, és ugye nem erre játszunk, mert gyerekeink, unokáink, stb. Mindenünk van, de egy alapvető hozzáállásbeli változás kell az emberiségnek, totális és nagy tömegű rétegeinek, mert ez a fajta szisztéma, ez megöli és fölöli önmagát BRICS-től kezdve Illuminátuson keresztül, ennek nincs alternatívája, ennek a fajta gondolkodásmódnak, ezt körbejártuk már, ezt a dolgot. Ha most visszadom neked a szót, akkor megint fél óráig nem fejezzük be. Én csak annyit akarok mondani, hogy az én édesanyám azt mondta, hogy fiam, az élet minden, az élethez ragaszkodni kell. És ha ezt én átviszem a magyar nemzet megmaradására, akkor én azt tudom mondani, hogy minden magyarnak, aki számára fontos a magyar nemzet, amihez ő tartozik, az tegye meg mindent azért, hogy ez a magyar nemzet életben maradhasson, és ha lehet majd még egyszer beszélgetni, mert én most befejezem, én tudok olyan módszereket is mondani, hogy már most a jelenlegi pénzrendszer keretei között is például hogyan lehetne kamatmentesen bankot működtetni. Ez a jakbank. Lehet kamatmentesen bankot működtetni, hát a svédek működtetik. Itt folytassuk, tényleg mondtam, hogy nem tudjuk. Kedves nézőink, remélem önöknek is egy nagyon tanulságos beszélgetés volt Rábik János úrral. Az érzelmek és a tudás itt összekovácsolódva mindig előjönnek, de nem tud olyan, hogy a tények makacs dolgok, ahogy említette János, lehet vele vitatkozni. Egyet kérek önöktől, hogy osszák meg ezeket az adásokat, és minél többen nézzék, mert hogyha János nem tudják ilyen nagy mainstream médiákhoz meghívni, akkor legalább az egy kis civil televíziók igenis támogassák azt, hogy a tudás mindenkihez eljusson. Még egyszer, hogy megköszönöm megtisztelő figyelmedet, önök VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láttak, ezen belül is a FAQ adás sorozatunkat, amelyet a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáljain láthatják.
Viszontlátásra.